Dagadtak az izmok, az ország legjobb feltörekvő sportolói feszültek egymásnak Szombathelyen. A Magyar Erős Ember és Erős Sportliga első alkalommal szervezte itt a CESA Talent Erős Ember tehetségkutató versenyének döntőjét. Az öt selejtezőkört követően a hét legerősebb induló vett részt a fináléban, amelyre rengetegen voltak kíváncsiak. A szervezők nagy reményeket fűztek a versenysorozathoz, amely lehetőséget biztosít a fiataloknak arra, hogy csatlakozzanak a profik mezőnyéhez. Kicsit ezért is a blendje, a felépítés a versenyeknek az úgy zajlott, hogy Premium Strongman League sorozatban versenyzőkből mindig valaki ott volt az adott selejtezőállomáson, és úgymond egy ilyen mentori szerepet töltött be, bemutatta a versenyzőknek az eszközöket, olyan technikai dolgokat adott át ott, hogy mikre kell odafigyelni a szám közben, hogy egyszerűbb, hogy könnyebb egy kicsit esetleg kivitelezni ezt az adott gyakorlatot, hogy ezzel is segítsük a versenyzőket, és a nem titkolt szándékunk pedig az így van, hogy az utánpótlást, illetve ebből a közegből, ebből a rétegből tudjunk meríteni, és tudjuk feltölteni a nagyobb korosztályokat. Az országos döntőben 5 versenyszámban mérték össze erejüket a résztvevők. Taktika, erő és gyorsaság is kellett a feladatok sikeres teljesítéséhez. Viking nyomás, keresztcipelés és autó felhúzás szerepelt a versenyprogramban, a legnézettebb és a legnehezebb feladat pedig a kamionhúzás volt. 20 méteres távot kellett leküzdeni, ami óriási erőfeszítést követelt a sportolóktól. Néhányoknak nem is sikerült megmozdítani a több tonnás monstrumot. A döntőt végül a celldömölkik Horváth Kevin nyerte meg, akinek nagy jövőt jósolnak a pályatársak. Az erős sportok kedvelői ezen a hétvégén ismét testközelből szurkolhatnak, ezúttal a profiknak. Gadó András versenyzőként indul a Premium Strongman League szombathelyi állomásán, amely szombaton 14 órakor kezdődik a Viktória utcai parkolóban.